Érmes helyen zárta a szezont az elmúlt évben átalakított Nyíregyháza Tigers az amerikai foci bajnokság legmagasabb osztályában. A tigrisek a bajnoki elődöntőben a Bratislava Monask ellen léptek pályára, és a pozsonyiak magabiztosan szerezték meg a győzelmet, így bejutottak a fináléba. Ez papírforma volt, mi nem ezt szerettük volna, nem is ezt akartuk, tehát ugye mi győzni mentünk erre a mérkőzésre is. Azt mondom, hogy igen, a cél az megvalósult, amit az évre kitűztünk, ott voltunk a rájátszásba, játszottunk, sokkal összeszedettebbek voltak, sokkal pontosabbak, fizikálisan is felülmúlták az Egyesületet, védelemben nagyon fel tudtuk velük venni a harcot, hiszen a védelmünk úgy állt a sarat, hogy ha ez egy oda-vissza meccs lett volna, akkor egy td belül vagyunk. Az offenzünknek, a támadó sorunknak nem teljesen sikerült minden, amit meg akart volna valósítani, de hát ezek a hibák tolnak előre bennünket, megyünk javítunk aztán jövőre majd döntőzünk. A nyíregyházi csapatot amerikai edző irányította az elmúlt szezonban, és két tengeren túli játékos is szerepelt az együttesben. Nagyon sokat tudtunk tanulni. Az edzőnktől mindenképpen a támadó stratégiát, azt, olyan támadó stratégiát hozott ide nekünk, és Tanította meg nekünk az alapjait, mert az egészet, hiszen ennyi idő alatt nem tudtuk megtanulni egy szezon alatt, amiért senki nem játszik Magyarországon, talán ezért is volt meglepő egy-két csapatnak, és nekünk is, hogy mit kellene csinálni. A fiúkból, fiúktól pedig ugyanúgy, ők ugye pozíciós játékosok, tehát ő nekik megvan az, hogy mit tudnak, minden tudnak a fociról, amit tudni kell, de kiélezetten tudnak egy pozíciót. Onnan azok a srácok, akik velük együtt edzettek, nagyon sokat tudtak tanulni, illetve mindhármuktól a mentális, illetve a, a, a hozzáállást ahhoz, hogy milyen a lázattal és hogyan kell hozzáállni ehhez a sporthoz vagy bármilyen más sportákhoz. Mivel Bradley Hebing edzőnek élő szerződése van a klubbal, a szakember a nyári pihenő után visszatér Nyíregyházára. A tigrisek néhány játékosa még pályára lép az ukrán bajnokságban az ungvári csapat színeiben. Nem marad el a hagyományos toborzás és az edzőtábor sem, mivel ősszer a junior bajnokságban elindul a Tigers utánpótlás csapata.